Szóval itt sombokrokat látunk most. Így néz ki gyakorlatilag így a félbeharapott somptermés. Most augusztus vége van, még azért nem tökéletes mindenhol, de ilyenkor, ha az ember ezt már megkóstolja, egyet-egyet, ami lehullott, és már nagyon szép piros. Most pont már látettem, mert nagyon édes, de ezek már nagyon-nagyon finomak. Ha közelebb jönnek, akkor lehet látni, hogy egyrészt akár ilyen sövénynek is, élő sövénynek, ilyen vadgyümölt sövénynek is itt pönt mögött egy másik telek van, de azért ha ide jönnek és innen belenéznek, akkor azt lehet látni, hogy tulajdonképpen térhatárolónak sem utolsó, és hát egészen-egészen megkapó és különleges látvány, mindezekkel a nagyon szép nyárvégén is gyönyörű szép zöld leveleivel, mint pedig a nagyon szép, jól berakódott, gyümölcse berakódott ágaival vagy hajtásaival. Tehát itt amiket mondjuk látunk, és már ilyen nagyon-nagyon szép pirosak, vagy mondjuk már szinte már-már kicsit ilyen feketék is szoktak lenni. Ezeket már így le lehet ilyenkor csipegetni, az ember persze nem bír magával, és akkor meg lehet kóstolni ezeket a piros somokat. Igen, az, ami még fönn van a bokron, azért az még kicsikét keserű. Vagy ha mondjuk, hogy itt most tovább jönnek, akkor itt pedig ugye lehet látni a sárgákat. Azt is megkóstoljuk. Úristen, elnagyom. Igen, szóval a sárga, ezek szerint előbb érik. Is van lent a földön. Szóval ez egészen-egészen különleges, és nézzék meg, hogy a sárga is milyen gazdagon terem. Uh-huh. Szóval a sárga az fantasztikusan finom, de a piros is. És itt is van egy piros, tehát ott azt mondja, hogy három piros van, meg egy sárga. Tehát ilyen sombokrokat akár vegyesen is lehet ültetni. És hát azt gondolom, aki tényleg ilyen élősövényt szeretne ültetni, úgy, hogy ki tud jönni és tud rajta csemegézni, ehető somból, azt kérem szépen, nyírás nélkül körülbelül ilyen ekkorára, ekkora bokrokra számíthat. Láttam már ilyen 2-2,5 méteres vagy 3 méteres nagyon dús növényeket is. Ez persze, mivel hogy vadcsövény, egy picit lehet adott esetben egy eltolva is ültetni, tehát ide még befért volna egy, de az biztos, hogy sövénynek is kiválóan megállják a helyüket. Úgyhogy kérem szépen, aki ehető somot szeretne ültetni, az ilyen gazdag terméssel számolhat.